Január 31-e szerda éjfélig érvényesek a tavaly megvásárolt éves vármegyei és országos autópálya matricák, és ugyancsak eddig érvényesek a nagycsaládosoknak járó kedvezmények, valamint az egyéb mentességek. Csupán egy kis menedék van azoknak, akik éjjel autóznak és díjköteles szakaszra tévednek. Az egy órás türelmi időben ugyanis még gyorsan kapcsolhatnak és kiválthatnak úthasználati jogosultságot. További lehetőség a mentesülésre az éves matrica vásárlása. A szabály szerint a gépjármű üzemben tartója a pódi fizetési felszólítás kézbesítésének napjától számított 75 napon belül a jármű kategóriájára irányadó éves országos matrica vásárlásával kérheti a jogosulatlan úthasználat és az éves matrica megvásárlása között keletkezett pódíak visszavonását. Fontos tudni, hogy a vásárlás ténye önmagában nem mentesít a pódí fizetési kötelezettség alól. A kedvezményt kérnie kell az érintett ügyfélnek. A matricák ára emelkedett tavalyhoz képest. A személyautókra az éves úthasználati díj kicsit több, mint 57 ezer forint, az éves vármegyei 6600 forint, a heti 6400, a havi pedig valamivel 10 ezer forint fölött elérhető. 2024-től Magyarországon is be kell vezetni az egynapos autópálya matricát egy EU-s előírás miatt. Március 1-től lesz elérhető a 24 órás autópálya matrica nálunk is, 5150 forintba kerül majd. A közelmúltban megszaporodott online csalások száma, így a szolgáltató arra figyelmeztet, megbízható forrásból szerezzük be az idei úthasználati jogosultságot. Webes vásárláskor mindig ellenőrizzük a webhelyet, hiszen online értékesítésre a a Nemzeti UDI Fizetési Szolgáltató ZRT és a Nemzeti Mobil Fizetési ZRT mellett kizárólag utóbbi engedélyezett viszont eladó partnerei jogosultak.